Szeretettel köszöntöm a tévénézőket, ahogy az elmúlt három héten, úgy ma is Jézusnak azzal a mondatával foglalkozunk, amit a mi atyánkban tanított nekünk, legyen meg a te akaratod. Ugye beszéltünk róla, hogy ez az elfogadás mondata, igent mondani arra, ami megváltoztathatatlan az életünkben, de nem csak az elfogadás, hanem a gyermeki bizalom mondata is, hiszen nem a vaksorsunkra mondunk igent, hanem a mi szerető mennyei atyánknak mondunk igent bizalommal, tudva azt, hogy az ő legfőbb akarata, hogy mi vele éljünk örökké. És mi erre igent mondhatunk minden körülményben. És a küldetés mondata is, ahogy egy héttel ezelőtt szó volt erről, nem passzív beletörődés, hanem, hanem fölismerése annak, hogy Isten itt és most is feladatot bíz rám, és én arra igent mondok, én azt tenni akarom és teszem. És végül ebben a mondatban benne van az örök élet kilátása, az örök élet perspektívája is, mert ami mi Istenünknek, a mi atyánknak a teljes akarata az, hogy vele éljünk örökké, nem csak ezen a földön, nem csak a születésünktől a földi halálunkig, amit látunk ebből az életből, hanem örökké, szeretett közösségben éljünk vele. A halálunk után is, hogy ez a szeretett közösség, ez kiteljesedjen, majd amikor meghaltunk és feltámadtunk az örökké valóságra. Miért fontos ezt tudnunk? Azért, de enélkül nem értjük meg az egész életet és hitet. Itt a Földön, egy bűn által megrontott világban élünk, sok-sok nyomorúság és sok-sok szenvedés között, amit az emberi bűn hozott ebbe a világba. És Isten az ő gyermekeit sem vonja ki ezek alól a hatások alól, betegségből, szenvedésből, szomorúságból. Az ő gyermekeinek az életében is ott vannak ezek a dolgok. De megígérte azt, hogy majd eljön az a világ, amikor ő mindent újjáteremt, és mi feltámadunk, és tökéletes, hiánytalan életben fogunk boldogan ővele élni és őt dicsőíteni. Ezt mondja a jelenések könyvében. Íme az Isten sátorra az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek. És maga az Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónus önülő ezt mondta, íme újjá teremtek mindent. Íme újjá teremtek mindent. Ezt az új teremtést várhatjuk itt a Földön. Isten gyermekeinek az életében is történik olyan, amit nem értünk, hogy miért van. Nem tudjuk megmagyarázni, amit nehéz elfogadni. De az Isten teljes akarata, az Isten teljes terve az, hogy aki őhozzá tartozik, az örökké vele éljen, és az örökké valóságban megtapasztalja a teljes megváltást. Jézus életében is ezt látjuk. Ugye Jézus igent mondott az atya akaratára, felvette a keresztet, és belehalt. Ha csak eddig látjuk a történetet, akkor az vereség. Igen, ám csak, hogy a történet teljes egésze halálának a harmadik napján bontakozik ki, amikor újáteremtett testben támad fel és jelenik meg a tanítványoknak. Jézus így győzte le a halált, így győzte le a bűnt, így győzte le a sátánt. És ez az egész történet, ez nem vereség, hanem győzelem, ha a teljes uh, történetet látjuk. Isten, Isten ezt ígérje a benne bízóknak is. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Az eredeti szövegben az van, hogy az élet győzelmi koszorúját. A hívő ember számára, a földi halál az nem vereséget jelent, hanem sokkal inkább olyan eseményt, mint amikor a futó célba fut, és megkapja a győzelmi babérkoszorút győzelmet. A nemes harcot megharcoltam, a futást elvégeztem, célba értem, és megkapom azt az ajándékot, amit Isten megígért az őt szeretőknek. Isten megígérte, hogy a teljes életünket helyreállítja, a testünket, lelkünket. Nem lesz betegség, nem lesz nyomorúság, semmi, ami tönkre teszi az életet. De bizonyos dolgokat az életünkben majd csak akkor tesz helyre, amikor újjáteremti ezt az egész világot. Itt a földi világban hordozzuk a szenvedéseket, de várjuk azt a világot, amikor nem lesz semmi, ami életellenes, semmi, ami az örömünket elronthatja. Nos, ezt a teljes tervet látva mondhatjuk Istennek, boldogan ma is, hogy legyen meg a te akaratod. Isten erre hív meg, és hát nyilván ez egy meghívás. Tehát erre a hívásra lehet igent is, és nemet is mondani. Azt mondta valaki, hogy végül is kétféle ember létezik. Az egyik az, aki azt mondja Istennek gyermeki bizalommal, legyen meg a te akaratod. A másik pedig, akinek Isten végül majd azt fogja mondani, szomorúan a kezét elengedve, hogy legyen, ahogy te akarod. Az első, él Istennel örökké. A második, létezik Istennélkül örökké. Isten arra hív meg, hogy mi vele éljünk örökké. Ki tudjuk-e mondani azt, hogy igen, Uram, én is ezt akarom, legyen meg a te akaratod.